Tíz nap alatt több mint 26 ezer aláírás gyűlt össze a kovásznai dr. Benedek Géza szívkórház nevének megtartása érdekében. Mint ismeretes, a Nemzetközi hírű Egészségügyi Intézmény nevét a szaktárca március végén önkényesen kiegészítette dr. T. Culescu nevével. Az ügy felháborodást váltott ki a háromszékiek körében, a szaktárca pedig kivizsgálást indított. Az RMDS háromszéki területi szervezetének aláírás gyűjtő kezdeményezéséhez Csatlakozott a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt is. A megyei elnökök hétfőn közös sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy olyan szimbolikus, hogy a Kovásznai Szívkórház névváltoztatása, amely összefogásra ösztönzött mindenkit. Én azt gondolom, hogy olyan ügyekben, ami mindenkit érint, és teljesen pártpolitikától független társadalmi és politikai kérdésről van szó, ott teljes körű széles és összefogásos fellépése van szükség. Ez egy nagyon szép példája ennek. A három politikai szervezet, valamint a történelmi egyházak, polgármesterek és ifjúsági szervezetek által összegyűjtött több mint 26 ezer aláírást egy petíció kíséretében az LMDS háromszéki parlamenti képviselete szerdán adja át az egészségügyi miniszternek. A jó kormányzás feltételezi azt, hogy a döntéseket nem önkényuralmi módszerekkel hozzuk meg, hanem konzultálunk azzal a közösséggel, akiket az az illető a leginkább érint. És ennek a közösségnek az üzenetét visszük el a miniszter úrhoz. Tíz nappal ezelőtt a Kovásznai Szívkórház előtt kezdték meg az aláírásokat gyűjteni. Csak a fürdővárosban négyezren magyarok és románok egyaránt aláírták a tiltakozó íveket.